Zsoli nemzedékének 1956 forradalma volt élete legnagyobb élménye. Gró Gáspár irodalomtörténész foglalt össze az érdeklődőknek Csóri Sándor életútját, a költőt foglalkoztató legfontosabb momentumokat, a műveit, életműhagyatékát pedig a nevét viselő társaság gondozza immár 5. éve. Ide jubilált a Csóri Sándor társaság. Ma 5 éve alakult meg a Csóri Sándor társaság. Egyéb iránt egy szomorú évforduló volt, hiszen ezen a napon halt meg 7 évvel ezelőtt a költő, és sokan úgy gondoltuk akkor ebben a városban, hogy méltóképpen kéne emlékezni rá, illetve hát ébren tartani az ő tevékenységét, a költői, közéleti és a népművészethez fűződő viszonyát is. Éppen ezért hívták el az eseményre a Sebő együttest, akik az énekelt versekkel többek között Csóri Sándor műveit is elhozták a közönségnek. A zenekar vezetője hangsúlyozta, hogy a költészet eredeti formája az éneklés volt. Ezek a szövegek énekszövegek voltak eredetileg, és hát ez egy fejlődés eredménye, amikor megtanulták az emberek ének nélkül elmondani, elszavalni a verseket, ugye az elmúlt században, és hát a még nagyobb fejlődésnek lehet mondani, hogy megtanultak az emberek némán olvasni, mert az nem volt evidens régen. Állítólag bizalmas leveleken fel volt írva mindig a sarokba, hogy ezt egyedül olvast. És aztán most megértük ebben a mai időszakban, hogy az emberek egyáltalán nem olvasnak. Úgyhogy mi most előre kezdjük a kört. A Csóri Sándor Társaság a jövőben tovább folytatja irodalmi és művelődés történeti munkáját. Jövő év elején is megrendezik versmondó versenyüket, de lesznek különféle előadások, és újdonságként olyan esszéíró pályázatot is meghirdetnek hamarosan, ami Csóri életművéről szól.